Tisztelt lelkész úr, örömmel látom, hogy már a Facebookon is lehet üzenni a Vidám vasárnapnak. Azt szeretném kérdezni, hogy a lelkész úr szerint hol vannak pozícionálva a magyarok a Szentírásban, mit lehet erről tudni köszönettel Stein Áron. Hát ez megint olyan kérdés, hogy 30-40 éve nézem, vizsgálom, és az előzővel kapcsolatosan sincs végleges álláspontom, tehát most csupán feltételezéseket mondtam el, meg akartalak benneteket inspirálni egy területre, hogy foglalkozza, akinek van erre lehetősége, foglalkozon vele. Ugyanígy a magyaroknak a pozícionálásával kapcsolatosan eh, sincs eh, végleges álláspontom, de kétségkívül érdekel, fontos számomra. Én azt gondolom, és itt eh, annyit, hadd mondjak el most, hogy a probléma a, az, 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 a problémát azok okozza, különösen az európai nemzeteknek a a üftörténeti pozíciójának a fölismerésével kapcsolatosan, hogy különösen a római kortól fogva, mert rómaiak írták a történelmet, előtte persze görögök, meg más, az a, a, a aszírok is írtak, stb. közelketi népek, és nyilván be lehet határolni, hogy egy bizonyos történelmi korban elhagyták a patriarkáknak a nevét az etnikumokra vonatkozóan. Vagyis a, a, a történelemnek a hajnalán többnyire az etnikumokat, a patriarkáiknak a nevével jelölték. Ugye 70 patriarkáról beszél a Biblia, hogy a nemzetek a föld nemzetei 70 patriarkától származnak. Egy bizonyos ideig lehet követni. Persze nincs minden nemzetre vonatkozóan bizonyíték, hogy ö, ö, milyen családfához tartoznak a nemzetek és hát ilyen módon nyilván a magyarokat érdekli a magyarok, és hát egy biztos, nagy állítás az, hogy nem Kámita, ugye Noénak a három fiáról van szó, és nem Sémi, de a dolgot majd árnyalni fogom. A, ugye a különböző őstörténeti leírásunkban, a, tradíció, a magyar tradícióban, Nimrótól is szerepel, származtatják a magyarokat, de ezt ez meg kell érteni, hogy Nimrod, amikor megalakította a birodalmát, minden nép ott lakott a Sineár földjén, csak Asúr ment ki a Nimrodi birodalomba, és négy várost alapított. Ugye Asúrtól származnak az asszírok, illetve még más népek is, és Ninive és más városokat alapított, de a többi nép ott maradt a Sineár völgyén ezeket ilyen módon beszélnek erről, vagy mi így értjük, hogy suméroknak is, tehát ilyen módon a magyarok is, ö, őseik is nyilván Nimrod birodalmához tartoztak, és nyilván megmarad valamilyen emlék, és ebből ennek az emléknek köszönhetően, mert nagy kultusza volt Nimrodnak, Némelyek Nimrodtól származtatják a magyarokat, de ennek semmiféle történelmi tény alapja nincsen. Ez azért fontos, mert ilyen módon lehetnek követni a kezdettől a végig egy kámita nemzetnek körülbelül mi a pályafutása. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ki vannak zárva a kegyelemből, mert minden nemzetnek, minden család, ö, ö, úgy a fának, ö, Isten a názeti Jézus Krisztus által kegyelmet kínál. Tehát a magyarok nem kámít a nép, ja, ugye akkor két elmélet szokott lenni, hogy sémi nép, vagy, vagy Jafettől származik, és hát minden több bizonyíték mondja azt, hogy a magyarok Jeffettől származnak. Ezen belül a, inkább a Adi Endrének nek a versére emlékeztek, szóval a reális inkább azt tűnik, hogy magoktól, legalábbis a magóknak egy, egy e, e, családfajától elszakadt nép, ami több etnikummal keveredett. Én a hun magyar rokonságot elfogadom, a kettős honfoglalási elméletet elfogadom, de hát ezzel most nem akarok foglalkozni. Tehát inkább magó leszármazottjának tartom a magyarokat, de van sémi befolyás is. Vannak sémi népek is a magyarok között, és ezért van sémi befolyás is a magyaroknál. Tehát egy kevert nép, ugye keveretett a magyar a szlávokkal, a svábokkal, jászokkal, kunokkal, és maga a törzs, a, 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 a hét törzsben is a kabaroknak a etnikai eredetével kapcsolatosan ugye vannak különböző feltételezések. Történelem során ugye nemzeteket azért nehéz beazonosítani, megváltozott a nevük, megváltozott gyakran a nyelvük is, megváltozott a földrajzi tartózkodási helyük. E, igazából egyetlen egy név van, amit pontosan be lehet azonosítani, legpontosabban, az Izrael. Ott jelen pillanatban el lehet mondani, és dicsőség ezért Istennek, hogy a nyelv is, a földrajzi hely is, és a név is megfelel az ókori neveknek, tehát ott nem okoz problémát az Izrael. Bár a, a palesztin helyettesítési teológia számára nagy probléma, ők más elméleteket mondanak erről, de ezek teljesen tudománytalanak, és elfogadhatatlanok természetesen számunkra is, meg zsidók számára is de többi nemzettel kapcsolatosan kutakodni kell. Tehát ha pedig maguk, akkor következő alternatívák vannak a magyarok előtt, vagy a keleti szövetség. Ha a keleti szövetség, akkor a végkifejletben, jelenések könyvé alapján, és bizonyos proféciák alapján számolni kell azzal, hogy nemzeti katasztrófa fogja érni az országot, mert bizonyos keleti népeket éri nemzeti katasztrófa, de most ezzel részletesen nem akarok foglalkozni. A másik alternatíva a nyugati szövetség, tehát most olyan szövetségre gondolok, ami nem konfederációnak, nem föderáción alapul. Szintén egy olyan nemzeti katasztrófa a perspektívája a magyar nemzetnek, amely a, elsősorban nyugati országokat érinti, és ez elsősorban pontosan a jelenések 13-ban antikrisztusi birodalommal áll összefüggésben. Ezt úgy hívják, hogy, hát ne, ezért nem szeretik Brüsszelbe a keresztényeket, hogy egyesült európai államok. Nem, nem lehet, nem lehet, nem lehet a proféciákat figyelmen kívül hagyni, nem, nem, lehet találni a Földön még egy olyan hatalmat, amelyről prognosztizálható lehet az, hogy ez fogja eljátszani a történelmnek az utolsó három és fél évben. Évében. Tehát Magyarországnak nagyon ügyesen kellene szerintem pozícionálni magát, a nemzeti szuverenitását meg kell tartania, de jó kapcsolatot kell kialakítani nyugattal is, kelettel is, a gazdasági és egyéb érdekei alapján, és különösen fontos két kapcsolata még Magyarországnak, izrael való kapcsolata és Egyesült Államokkal való kapcsolata, hogy az jó legyen, erős legyen és rendezett legyen. Akkor azt gondolom, hogy van remény arra, hogy nem keveredik bele Magyarország egy olyan negatív szerepbe, amit a nemzetközi geopolitikai helyzet determinálná, hogy a szoros szövetségbe állna, vagy kerülne bizonyos nemzetközi szuperhatalmakkal, hanem van lehetősége arra, hogy ezt ki bekeli, ki tud jönni ebből, és ha sok keresztény van, hirdetik Isten országnak az evangéliumát, van lehetőség arra, hogy az új következő világkorszakban lesz Budapest, lesz Magyarország, és nagyon is áldott gazdagország lesz Magyarország. De minden nemzetnek ezt kívánom.